Magyar Koalíció pártjának ugyanaz az elnök, aki volt, Berényi Józsefet nagy többséggel ismét megválasztották elnöknek, de van, aki megkérdőjelezi ennek legitimitását, nevezetesen Jáns Lota, aki azt mondja, hogy meg kéne vizsgálni a szlovák belügyminiszternek, hogy vajon Berényi egyetlen szlovák állampolgár-e, hiszen ő úgy tudja, hogy felvette a magyar állampolgárságot, már pedig a jelenleg hatályos szlovákiai törvények szerint, ha valaki más ország állampolgárságát megszerzi, automatikusan elveszti a szlovákot. Jönnek a részletek, aztán itt lesz Berényi József. A Szlovák Nemzeti Párt ma küldte el beadványát a pozsonyi belügyminisztériumba. Jáns Lota pártelnök ugyanis vitatja, hogy Berényi József az MKP elnöke maradhat-e. Szlovákia törvényei szerint a szlovák belügyminisztériumban bejegyzett pártvezetője csak szlovák állampolgár lehet. Meggyőződésünk, hogy Berényi felvette a magyar állampolgárságot, tehát a szlovákiai törvények alapján automatikusan elveszítette szlovák állampolgárságát. Ezért nem lehet a Magyar Koalíció pártjának elnöke. Magamutogató politikai kiruhanás, így kommentált a Lota felvetését Berényi József Budapesten. Nagyobb jelentőségű talán az, hogy a szlovák kormány belügyminisztere is azt mondta, hogy majd utána járnak és megtudják, hogy mi a helyzet állampolgárságommal kapcsolatban. Ez már érinti az egész kormánykoalíció működését, ez már érinti viszont a magyar-szlovák kapcsolatokat is, és érdekes módon a kormánypárti magyarok sem szóltak ezzel kapcsolatban semmit, hogy ezt ők így rendben valónak tartják-e, vagy esetleg megkérdezik a belügyminisztertől, hogy gondolta ezt a véleményét. A szlovák belügyminisztérium szóvivője hivatalosan még nem tud a beadványról. Ilyen beadványt a belügyminisztérium a mai napig nem kapott. Konkrét személyek állampolgárságot mi nem kommentáljuk, úgyhogy ehhez jelen pillanatban nem tudok több kommentárt fűzni. A Fico-féle ellentörvény miatt eddig 62-en veszítették el szlovák állampolgárságukat. Közülük 3-an vették fel a magyar állampolgárságot. Tehát ahogy akkor mondtam, Berényi József a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na most akkor mi a helyzet, hogy felvette vagy nem vette fel, hogy ha most felvette, akkor már nem szlovák állampolgár, avasson be minket, legyen kedves! Nincs lehetőségem erről tájékoztatni, mert ahogy az önöknél már elhangzott, aki felveszi a magyar állampolgárságot, az elveszíti a szlovákot. Tehát február 10-én, miután az ellentörvény módosítása megbukott a szlovák parlamentben, ezután azt mondtam a szlovákiai médiáknak, hogy innentől nem tájékoztatok róla, hogy van vagy nincs magyar állampolgárságom. Ezen túl nem tudok menni Budapesten sem. Uh-huh. De ezt egyébként ki lehet deríteni? Viszonylag könnyen, nem Szlovákiában, hogy önnek van-e vagy nincs magyar állampolgársága? Hát számomra az nagyon fontos, hogy a magyar kormányzat azt ígérte, hogy ebben a témában nem ad ki információkat. Szlovákia számára sem, mások számára. Egyébként pedig, hogy lehet ezt kideríteni, fogalmam sincs, tehát semmiképpen nem kívánok tanácsokat adni a belügyminisztériumnak. Hát döntsék el azok, hogy most milyen módszereket fognak alkalmazni. Csak találgatni tudok én is. Mi ez a kirohanás most ön ellen? Jáns Lotánál ez nem egy szokatlan jelenség, tehát az, hogy neki nem kell a szomszédba menni egy kis magyar gyűlöletén, azt mindnyáján tudjuk. Keresi mindig a lehetőségeket, hogy hol csíphet belénk, vagy hol láttathatja ő magát azzal, hogy a magyar politikusokat támadja. Uh-huh. Most volt ugye a tisztelt a küldöttgyűlés. Nem nagyon volt az kétséges, hogy önt megválasztják, nem nagyon volt ellenfele, de azért 262 igen szavazatot kapott, tehát hihetetlen nagy többség állt ön mögött a küldöttgyűlésen, viszont volt 21 érvénytelen voksen. Arra nagyon kíváncsiak, hogy mit gondol, ez nemet jelent, vagy egyszer rosszul töltötték ki? Nem egy nagy szám, de azért mégis kíváncsiak a véleményére, ezt hogy élte meg? Hát így, hogy a küldöttek 90%-ának a támogatását megkaptam, úgy igazán nem nagyon gondolkozom ezen, hogy történetesen az a pár szavazat miért nem volt érvényes. Hát nézze, senki is, egyetlen egy politikus sem tudja maga mögött soha az éppen illetékes szavazótábornak a 100%-át, hogyha így lenne, akkor nagyon rossz társadalomban élnénk. Ez már volt korábban, valójában ez ilyen szempontból számomra azt hiszem, hogy nem igazán meghatározó. Hát 90%-os támogatottsággal elég komoly mandátumom van. Uh-huh. Csáki Pál, milyen lesz az együttműködés? Korábban voltak olyan hangok, hogy ő is indul az elnöki posztért, aztán végül is nem indult, viszont bekerült az elnökségbe. Igen, hát ez a kongresszus előtt alakult így ki egy beszélgetés során, hogy talán ez a legjobb megoldás. Ilyen szempontból lehet leginkább a kompromisszumot elképzelni, és az általános támogatását majd a következő elnökségnek is.
Mindenképpen az volt a szándékunk és az igényünk, hogy ez a közgyűlés valahol egyfajta erőt, a magyar közszernek az erejét, a stabilizációját, a konszolidációját jelentse, és hát ennek megfelelően alakult ki az elnökség. Én azt hiszem, hogy aki ott volt, láthatta, hogy nagyon békés és jó hangulatban zajló kongresszusunk volt. Egyébként nagyon fontos az, hogy újak is bekerültek, új emberek az elnökségbe. Nyár óta, amikor végül is nem jutottunk be a parlamentbe, 15 tagú elnökségből ma már 8 új elnökségi tag, tehát a megújulás folyamata az kézzelfoghatóan látható. Ugye ez a kérdés, hogy ez mire lesz elég, hiszen azt nyilatkoztam, hogy hát ez a cél, és nyilvánvalóan ez a cél, hogy bekerüljenek a szlovák parlamentbe. Azért a helyhatósági választásokon már látszott, hogy javult az önök megítélése, de mit kell ahhoz tenni, hogy ez olyan szinten javuljon, hogy valóban ott legyenek a törvényhozásban? Mindenképpen erősíteni kell a szakmai munkánkat. Úgy tűnik egyébként, hogy az a 4-5%-os támogatottságunk az 4 és 5 között, az stabil. Tehát ez annak köszönhetően, hogy a magyar kérdéseknek mi vagyunk talán a határozottabb fölvállalói, ez ilyen szempontból mögöttünk áll az a társadalmi támogatottság. A kérdés az, hogy szociális megélhetési kérdésekben tudunk egy kicsit a szakpolitikánkon mindenképpen erősíteni, de mi az első pillért illeti, hadd mondjam még el az állampolgársággal kapcsolatban, hogy azért ez egy komoly kérdés lesz most Szlovákia számára, hogy ilyen szempontból például az én állampolgárságom ügyében rendőrállami eszközöket alkalmaznak-e majd, vagy esetleg más, tehát a kormány betartja a programját, és lehetővé teszi, hogy fölvegyék az emberek az állampolgárságukat. Ebben a kérdésben azok a magyarok, akik bent vannak a kormányban, hát eléggé hallgatnak, valójában nem nagyon tudnak most, és nem is akarnak véleményt mondani, ami hiba. Tehát ilyen szempontból ezt a szlótaféle kijelentést sem kommentálták. Nagyon sajnálom, magyar kollégák. Mi az együttműködés a Hírmoszttal most? Ez azért önöknél mindig egy neuralgikus pont. Mi azt mondtuk, hogy a Most Hidat egy politikai pártnak tekintjük az összes parlamenti párt közül, és mi parlamentin kívüli párt próbáljuk véleményezni, konstruktívan kritizálni a kormányt, ami azt jelenti, hogy ha van jó dolog, például a kisebbségi nyelvhasználat előterjesztése kormányban, mi is meg tudtuk támogatni. Ugyanakkor, hogyha ez a parlamentben nem így kerül majd elfogadásra, akkor kritizálni fogjuk, és megmondjuk világosan azt, hogy nem erre lett volna szükség. Tehát ahol vannak közös témák, abban bár kivel együtt tudunk működni, a kormány vagy a parlamenti pártok közül a Szlovák Nemzeti Pártot leszámítva, ahol pedig vitánk van, akkor nem fogjuk visszafogni magunkat csak azért, mert a Most Hídban magyarok is vannak, ugyanúgy elmondjuk a véleményünket velük kapcsolatban, mint bármelyik más párttal kapcsolatban. Köszönöm a beszélgetést. És nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mindjárt.